Ahogy a múlt héten ígértem, újra itt vagyunk. Csavarják fel a hangerőt, és kezdődjön a buli! Így kell ezt csinálni! Cigány!
Mai műsorom vendégei, MC haver és a teknő, akiket nem kell bemutatnunk senkinek, hiszen egy ország ismeri és szereti őket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok a műsorban. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük a meghívást mi is. Én emlékszem még arra az időszakra, bár nem tegnap volt, hogy kislánykoromban a ti kazettáitokra, magnó kazettáitokra mulatott otthon a család, én is, és a ti zenéteken nőttem föl. Közel 2 évtizede zenéltek együtt, ha jól tudom, vagy már még több is. Így van, 2 körülbelül. A kérdés az lenne, hogy hogy sikerült megmaradnotok ilyen hosszú távon együtt, minden fellépő adódó probléma ellenére is, gondolok itt a pandémia okozta anyagi nehézségekre, Géza azóta már gyógyult alkoholfüggőségére, és azért rengeteg nehézséggel néztetek ti ketten szembe, és a sikeretek ennek ellenére mai napig töretlen. Pont az lenne egyébként a válasz, amit az elején elmondtál, hogy gyerekkorod óta jelen volt a zenénk a szüleid életében, és ezáltal a te életedben is. És nagyon sokan jönnek ma is oda, a 10 évesek, 20 évesek, hogy a mi zenénken nőttek föl, ami egyébként szerintem az így speciál nem igaz, hanem hogy a mi zenénk jelen volt az ő életükben is, amikor fölnőttek, és ez egy generációról generációra ismétlődik. Most már 27 éve, hogy 95 óta a Miki is, meg én is külön-külön, de aztán 2000 óta együtt ezt elkezdtük és folytatjuk. És ezt nagyon örömmel halljuk azért, mert amíg színpadra tudunk állni, és épp az agyunk, meg a testünk, és bírjuk ezt erővel, energiával, addig szeretnénk, ugyanúgy, mint ahogy a Korda Gyuri bácsi is 83 évesen még ott áll a színpadon, ezt mi is nagyon szeretnénk így tovább folytatni, és hogy tudtunk megmaradni, ezt mondd el te. MC haver bácsi, de jó fog hangzani. Egyébként, aki a mi zenénken nőtt fel, azok igazán szépre nőttek. Tehát... szépre és magasra. Magasra, nőttek, igen. Tehát... Igen. Köszönjük szépen. A azért, többiek nevében is, hiszen azért sokan vagyunk egyéb, így. Visszatérve a kérdésedre, azért maradtunk mi meg ennyi ideig, én úgy gondolom. Az első pont a 7. évben volt nekünk egy nagyon nagy összeveszésünk. Nagyon sok nézetkülönbség volt. Ő nem bírja a légkondit, én meg a légkondi nélküliséget nem bírom. Sok-sok nézeteltérés volt, és volt a 7. évnél egy olyan összeveszésünk, amikor bizony 4 hónapig 2 külön sofőrrel és 2 külön autóval jártunk fellépni, rengeteg fellépésünk volt, egyszerűen örlődtünk egymásba, és feszültek voltunk, amúgy is idegesek voltunk, fáradtak voltunk, már mindenen összevesztünk, és akkor 4 hónap után, ami kihívott föl, hogy ez így nem annyira gazdaságos, és nem annyira jó, úgyhogy inkább béküljünk, és próbáljuk meg egymás baromságait tolerálni, úgyhogy azóta... Most arra jutottunk el odáig, hogy vettünk egy olyan autót, amiben tűr, én meg fújom, és akkor csak ő téri a levegő, engem nem. Ti hoztátok be ezt a műfajt Magyarországra, és ezt minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a mulatos popot ti hoztátok el. És talán ez is a sikeretek egyik titka, hiszen utánozni lehet valamit, de aki az atya, a megteremtője, olyan jól nem biztos, hogy sikerül másoknak. Hát igen, ez biztos, hogy benne van a pakliban, mert voltak azért mulatos előadók, ugye 3+2, a Lajcsi, de az a modern stílusban, amiben mi játszunk, azok mi voltunk tényleg az elsők, és hát általában azt mondják, hogy a zászlóhívők, ugye azok mindig azok maradnak, és utána a többiek csak jönnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek a szakmában mások is, akik ugye jól csinálják, amit csinálnak, de tényleg az a 22 év, amióta együtt vagyunk, az tényleg töretlen, és hál' Istennek le is kopogom, már itt ez, mert fa, és azt tudom mondani, hogy a mai napig ez így van. Amikor nekem igazán énekest kellett keresnem, akkor nem volt kérdés, hogy ki legyen az az ember, aki mellém való, és aki hitelesebben a dologban, mint a Miki, és ugye 3 hónapig nyakára jártam és könyörögtem, de aztán szerencsére igent mondott, és ennek azóta is nagyon örülök. Köszönöm, társam. Szívesen. Nekem köszönhet egy csomó pénzt. Kívülről egyébként az jön le a közönség számára is, számomra is, hogy ti 2 külön egyéniség vagytok. Nagyon elmentek egymás mellett. Géza mondhatni a kisé link,
Te pedig vagy a kisé megfontolt, komolyabb. Egyébként ebben nagyon jól kiegészítjük egymást, mert ő egy nagyon nyugodt, nagyon megfontolt, nagyon lassú ember. Én meg egy nagyon-nagyon pörgős, hirtelen mindenbe beleugrós, gyors típus vagyok, és ez a kettő valahogy kiegyenlíti egymást, amiben én nagyon gyorsan beleugranák, és gyerünk, csináljuk, abban egy kicsit visszahúz, amiben meg ő lassú, abban meg én húzom egy kicsit föl, és így találkozunk valahogy középszinten, és talán ettől működik ilyen jól a produkció. Épp ezt akartam mondani, hogy szerintem ebből a beszélgetésből kiderült a ti sikereteknek a titka, hiszen az ellentétek vonzák egymást, kiegészítitek, ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan, igen. És ez így kerek ez a történet, és szerintem a nézők is nagyon örülnek, hogy ma megfejtettük a sikertitkát. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és kérlek, fáradjatok a színpadra, és énekeljetek nekünk. Köszönjük szépen. Nem jöttél, a hidegben áztam, átvertél. Bementem hát a közeli Csehóba, hogy ne fázzak meg kint a hóba. Oda bent jó meleg a kájha, de nem kell már nekem a málna. Mert a gyomrom piára vágyik, addig a végül el nem ázik. Most már akartam, hogy te légy a párom. Nem kell lesz már, hidd el nekem, eleget voltál most már velem. Hat a pálinka, érzem már, 7 napja, hogy várok én rád. Jössz most már, nekem az 8, ne is legyél a nyakamon gond.
lesz az a kérdés. Szép lenne a lány arának, de nem született jó anyának. A fiúnak sem áll jól a baráti csuha, a joggingot váltja esküvői ruha. Jaj, elhagytál engemet, mi lesz vélem? Nem sírok már, jól érzem magam, így a túlt elhagyott az uram. Thank you.
Sajnos hamar elszaladt a mai műsoridő, de ha hiányzunk önöknek, keressenek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon is. Ma éjjel ki...